Csak ugye az a probléma a klubok oldalára, és ezt nyilván Arsène Wenger jól tudja, hogy a klub felkészítésben, meg a versenyeztetésben az a legeslegrosszabb, amikor a legjobb játékosaidat 4-5 hetenként elveszik egy hétre, ráadásul mondjuk a dél-amerikai brazíliaidat megutaztatják keresztbe kasul a világba, és ez sokszor előfordul, ráadásul megsérülnek, sokkal több esély van a sérülésre szétszórva, és ehelyett ugye azt javasolja Arsène Wenger, hogy októberben egy hónapra kvázi a válogatottak megkapják a játékosokat, és akkor lejátsszák az összes selejtezőt, amiből nem 10 lenne egyébként, hanem kidolgoztak egy rendszert, hogy 5 meccs van, egy ilyen playoffos rendszer, tehát összesen 7 meccs lenne, amit le lehet játszani egy hónap alatt, és akkor ki vannak selejtezve, hogy úgy mondjam, a csapatok, és a következő évben, vagy 2 évenként lehet már versenyezni is. Most ugye a jelenlegi rendszerben azt hiszem másfél évig tart egy selejtező, mire eljutsz oda, és a nagy része ráadásul nem érdekel senkit, ugye, kivéve azok az országok, akik ugye billegnek, hogy most bejutnak, nem jutnak. Egy csomó olyan meccs van, ami érdektelen, mert játszik egy erős válogatott, egy gyenge ellen, etc. Tehát egy csomó érve van emellett, és ennek fejében ugye a klubok ugyan októberben nincs náluk a játékos, de 7 hónapon át nem kell elengedniük a válogatotthoz a játékosokat, ami a klub felkészítésben nyilvánvalóan nagy előny.